napot kívánok mindenkinek a teremben. Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkárhelyettes asszony, tisztelt mindenki, aki összegyűlt a Magyar Tudományos Akadémia első nyelv és irodalom tudományok osztályának nyilvános ülésére. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és az nyilvános ülésnek egyetlen egy napirendi pontja lesz, amelyet önök nyilván kiválóan tudnak, és ez pedig Németh T. Enikő levelezőtagi székfoglaló előadása. Szeretném tájékoztatni a jelenlevőket, hogy mint ez egy állandó gyakorlat a Magyar Tudományos Akadémián, a székfoglaló előadásról hang- és képfelvétel készül, és ezért önök véletlenül belekerülhetnek a szórásba, hogy úgy mondjam. Ezennel szeretném most fölkérni Kertész Andrást, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, hogy Németh T. Enikőre vonatkozóan mondja el laudációját. Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkárhelyettes asszony, tisztelt osztályelnök úr, kedves vendégek, kedves ünnepelt! Németh T. Enikő munkásságának jelentősége, hogy a magyar nyelv empirikus vizsgálatát szisztematikusan és elméleti igényességgel kiterjesztette a pragmatikára. Kezdeményezte a hazai pragmatikai kutatások intézményrendszerének létrehozását, publikációk, konferenciák és személyes kapcsolatok kialakítása révén hatékonyan integrálta a magyar nyelv pragmatikájával foglalkozó kutatásokat a nemzetközi diskurzusba, és kiváló tanítványok sorát indította el a tudományos pályán. Németh T. Enikő nem csupán a magyar nyelvhasználat pragmatikai vizsgálatában elért tudományos eredményei, tudományszervező és iskolateremtő tevékenysége teszik alkalmassá az akadémiai levelező tagságra, hanem mindenekelőtt a nyelv és a nyelvtudomány működésének mély megértéséről tanúskodó reflektált gondolkodása. Noha a pragmatikán belül Németh T. Enikő kutatási témái számos különböző résztületet érintenek, legjelentősebb eredményeit a magyar igék implicit argumentumainak vizsgálatával érte el. Több igetípus szisztematikusan elemzését hajtotta végre. Rámutatott arra, hogy minden igetípus esetében az implicit igei argumentumok leírásának szükséges feltétele különböző adatforrások integrációja és különböző módszerek komplex alkalmazása. Kutatásainak szembetűnő sajátossága, hogy magyar nyelvi empirikus adatokból kiindulva felvetik a grammatika-pragmatika viszony nyelvelméleti kérdéseit is, azokra részletesen kidolgozott eredeti válaszokat adnak, és eljutnak egy a pragmatikai kutatás hatékonyságát javító metatudományos gondolkodásmód alkalmazásához. Az utóbbi másfél évtizedben végzett kutató munkája szorosan kapcsolódik a nyelvészeti adatokról és evidenciáról, a nemzetközi szintéren mind a mai napig élénk érdeklődés mellett zajló nyelv- és tudományelméleti alapkérdéseket feszegető vitához. Németh T. Enikő az első pragmatikai tárgyú magyar nyelvű, a szóbeli diskurzusok megnyilatkozást világára tagolása címmel az Akadémia kiadónál 1996-ban megjelent könyv, valamint szintén az első magyar nyelvű anyagot vizsgáló nemzetközi kiadónál megjelent pragmatikával foglalkozó monográfia szerzője. Ez utóbbi Implicit Subject and Direct Object Arguments in Hungarian Language Use, Grammar and Pragmatics Interacting címmel jelent meg a Sheffieldi Equinox kiadónál 2019-ben. Pontos tükre Németh T. Enikő azon törekvésének, hogy kutató munkájával magyar nyelvi jelenségek empirikus vizsgálata révén járuljon hozzá eszenciális nyelv- és tudományelméleti alapkérdések megoldásához, ötletgazdag javaslatokkal ezáltal beillesztve a magyar nyelv kutatását általános tudományfejlődési folyamatokba. Hazai publikációi mellett tanulmányait szakterülete legnagyobb presztízsű nemzetközi folyirataiban, például Journal of Pragmatics, Intercultural Pragmatics, és kiadóinál például Elsevier, De Gruyter, Springer, Palgrave, Macmillan, Benjamins teszi közzé. Akadémiai doktori értekezését 2017-ben védte meg. Az azóta eltelt időben új eredményekkel gazdagította szakterületét, melyek közül kiemelkedik az adatok elmosódott határainak a felismerése
és ennek következtében a pragmatikai adatfogalom tudományelméleti megfontolásokat tükröző újragondolásának szükségessége. Németi Enikő létrehozta a hazai kutatásokat összefogó Pragmatika Centrumot, megalapította a Magyar Nyelvtudományi Társaság pragmatika tagozatát, a hazai pragmatika fórumaként szerkesztőtársaival együtt a Jelentés és Nyelvhasználat című duplán vakon lektorált nyílt hozzáférési folyóratot, valamint szervezőtársaival elindította az Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásban című országos konferencia sorozatot. Számtalan hazai és nemzetközi konferenciát szervezett. Mintegy két évtizede tagja az International Pragmatics Association kongresszusai szervezőbizottságának és tudományos tanácsának. A 2000-es kongresszus anyagát közreadó kötetek szerkesztője volt. Megjelenésük idején az adott témában alapműnek tekinthető tanulmányköteteket szerkesztett mind hazai szerzők részvételével, mind a nemzetközi élvonalba tartozó szakemberek közreműködésével. Az utóbbiakra a példa a Bibok Károlyjal szerkesztett Pragmatics and the Flexibility of Word Meaning, Elsevier 2001, valamint a The Role of Data and Data at the Semantics-Pragmatics Interface, Mutundegreuter 2010 című kötet. Az MTA, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem elméleti nyelvészeti kutatócsoportja Szegedi munkacsoportjának volt több cikluson át a vezetője. A Szegedi Tudományegyetem nyelvtudományi doktori iskolájának, valamint általános nyelvészeti tanszékének a vezetője. Egyéb szakmai közéleti megbízatásai mellett jelenleg az MTA nyelvtudományi bizottságának alelnöke. Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy 2021-ben az Akadémia Európéa, vagyis az Európai Tudományos Akadémia tagjává választotta. Alapító társszerkesztője az Equinox kiadónál Pragmatic Interfaces címmel megjelenő könyvsorozatnak és szerkesztőbizottsági tagja az Intercultural Pragmatics című folyóiratnak. Nemzetközi kapcsolatrendszere rendkívül gazdag. Együttműködéseket alakított ki világszerte a nemzetközi élvonal számos tagjával, közös publikációs projektekben, nemzetközi konferenciák, panelek és tematikus szekciók szervezésében. Két hazai szakmai elismerései közül kiemelendő az akadémiai díj, melyet 2020-ban vehetett át. Németi Enikő a szó legnemesebb értelmében iskolateremtő személyiség. 11 PhD értekezés témavezetője volt. 7 további témavezetése van folyamatban. Egykori doktorhallgatói a tudományos pályán maradtak, saját környezetükben közvetítve Németi Enikő tudományos habitusának hatását. Ugyanakkor a levelező taggá választással a Magyar Tudományos Akadémia nem csupán Németi Enikő múltbeli teljesítményét ismeri el, hanem a jövőbe is tekintve biztatást, bizalmat és reménységet is kifejez. A választás eredménye biztatás arra, hogy töretlenül folytassa eredeti és előremutató, a szakterületet megtermékenyítő kutató, oktató és szervező munkáját. Bizalom abban, hogy az akadémia, valamint annak szűkebb és szélesebb szakmai környezete javát szolgálva halad tovább a maga választotta úton. És remény abban, hogy azok a körülmények, amelyek közepette dolgoznia kell, nem hátráltatni, hanem segíteni fogják jövőbeni munkásságát. Mi tehát az a kutatás, amelyre biztatjuk, amelynek megvalósításában bízunk, és amelynek töretlenségében reménykedünk? 2022. decemberétől indította el az MTA a Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program álhírek, áltudományos nézetek a nyelvészeti alapú álhírek, áltudományos nézetek nyelvészeti alapú azonosítása című alprogramját Németi Enikő vezetésével. A projekt egyedülálló, mind koncepcióját, mind tervezett végeredményét tekintve. Egyrészt különleges sajátossága, hogy egyetlen koherens kutatáson belül viszi végig a tudományos megismerési folyamat egészét, a tudományelméleti megalapozástól, a nyelven át, a kutatáson, valamint annak alkalmazásaként az informatikai fejlesztésen át, a közvetlen társadalmi haszonnal járó innovációig. Másrészt ez a folyamat a nyelvészeti pragmatika eszközeivel járul hozzá, a globalizálódó társadalom egyik legtöbb kárt okozó problémájának, az álhírek és az áltudomány térnyerésének megértéséhez.
Bármi kifinomult is, a kutatás tudomány és nyelvelméleti megalapozása, a végeredmény a szó legszorosabb értelmében kézzelfogható lesz. Egyebek mellett egy álhírfelismerő böngésző bővítmény és mobiltelefonos alkalmazás. A Magyar Tudományos Akadémia Németi Enikőt kiemelkedő tudományos munkásságának elismeréseként örömmel fogadja levelező tagjai sorába. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen Kertész Andrásnak a laudációt. Az ülésünk következő napirendi pontja Németi Enikő székfoglaló előadása, amelynek a címe Nincs az a titok, amely idővel ki ne tudódnék. Intenciók és perspektívák elfedése és felfedése a nyelvhasználatban. Enikő, parancsolj, tiéd a pályán. Tisztelt megjelentek! Osztály elnök helyettes úrra felkonferálta már az előadásnak a címét. Én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amikor gondolkodtam azon, hogy melyik kutatási témámat foglaljam össze, eredményeit foglaljam össze a székfoglaló előadásban, akkor tulajdonképpen kettő közül szerettem volna választani. Az egyikről Kertész András akadémikus úr beszélt a laudációjában, az implicit argumentumok előfordulásának lehetőségeiről és interpretálási lehetőségeiről a magyarban. Azt gondoltam, hogy nem erről beszélek, hiszen ez volt az akadémiai doktori disszertációmnak is a témája, és szélesebb körben ismerhetik, hanem a másik kedvenc témámról, amely a nyelvhasználat vizsgálatához tartozik, arról, hogy hogyan is lehetséges az, hogy a nyelvhasználatban a nyelvhasználó személyek különböző intencióktól, perspektíváktól vezérelten mondanak valamit egymásnak, és ezeket a szándékokat részben meg akarják mutatni, részben el akarják rejteni, a partnereiknek ezeket fel kellene fedni, vagy éppen rejtve kellene, hogy maradjanak ezek a szándékok. Ezek olyan témák, amelyek a pragmatikának a központi kérdéseihez tartoznak. A pragmatika egy nagyon fiatal területe a nyelvtudománynak, és hát azon kívül egy személyes öröm is számomra, hogy itt lehetek, azt gondolom, hogy ennek a tudományterületnek is nagy öröm, hogy a témájáról akadémiai székfoglaló előadást lehet tartani. Tehát a mai előadásban három célt szeretnék megvalósítani, tulajdonképpen három kutatási kérdésre szeretnék válaszolni. Az első az, hogy a társas nyelvhasználati formákban a beszélők hogyan realizálják, vagy rejtik el intencióikat különböző perspektívákon keresztül. A második az, hogy a partnerek, a nyelvhasználók partnerei hogyan következtetik ki a beszélők intencióit azáltal, hogy felveszik a beszélők nézőpontját a beszélők által produkált indikátorok segítségével, illetve a saját perspektívájukon keresztül. És harmadszor szeretném kideríteni azt is, hogy vajon megjósolható-e a társas nyelvhasználati formák sikeressége az alapján, hogy a nyelvhasználók perspektívái mennyire esnek egybe. Ahhoz, hogy erre a három kérdésre válaszolni tudjunk, szükség van egy kis elméleti bevezetésre. Elsőként arról a kérdéskörről szeretnék néhány szót ejteni, hogy a nyelvhasználatnak és a verbális kommunikációnak mi is a viszony egymáshoz. A nyelvhasználat vizsgálata során nagyon sokáig kiemelt és gyakran kizárólagos szerepet kapott a verbális kommunikáció vizsgálata. Az utóbbi évtizedekben ugyanakkor megjelent egy olyan új kutatási irány, amely szerint a nyelvhasználatnak nem egyedüli és kizárólagos formája a kommunikatív nyelvhasználat, tehát a verbális kommunikáció. Ahhoz viszont, hogy meg lehessen mondani, hogy milyen más a kommunikációtól eltérő nyelvhasználati formák léteznek, ahhoz szükségünk van egy explicit kommunikáció definícióra, amely alkalmas lesz arra, hogy a segítségével a nyelvhasználat különböző formáit kategorizáljuk és egymástól elkülönítsük. Hát hogy is lehet egy ilyen definícióhoz hozzájutni? Hát végignézi az ember a szakirodalmat, hogy milyen kommunikáció definíciók léteznek, és azt találja, hogy kezdetektől fogva, nagyon régtől fogva, az ókori görögségtől kezdődően sokan a kommunikációt úgy képzelték el, mint egy kódolásos, dekódolásos folyamatot, és tulajdonképpen, hogyha a
nyelvhasználók ismerték a kódot, akkor a kommunikáció sikeressége garantálva volt. Ugyanakkor ezekkel a kódmodellekkel kapcsolatban nagyon súlyos problémák adódtak, hiszen azokkal a jelentésfajtákkal, üzenetfajtákkal nem nagyon tudtak mit kezdeni, amelyek nincsenek kimondva. Az előadás bevezetőjében utaltam is arra, hogy a pragmatika tudomány területe pont azzal foglalkozik, ami nincsen kimondva, ez az elsődleges érdeklődési területe. Tehát tulajdonképpen a kódmodellek nem tudnak mit kezdeni a sugallt jelentésekkel, a metaforákkal, a túlzásokkal, és éppen ezért a 20. század közepén a nyelvfilozófusok figyelme a kommunikáció felé, a hétköznapi nyelvhasználat kutatása felé irányult, és úgynevezett következtetéses modelleket hoztak létre a kommunikáció modellezésére, amelyek megpróbálták kiküszöbölni a kódmodellek hibáit, és a kommunikációban a megmutatásos és következtetéses folyamatokra koncentráltak. És erre a hagyományra épült rá legújabban a kognitív pragmatikai hagyomány, amely a megnyilvánuló személy szándékaiból kiindulva próbálja meghatározni a kommunikációt. Ugyanakkor ez az újabb kognitív megközelítés is figyelmen hagyta a kommunikációnak nagyon fontos alaptulajdonságait, mégpedig a perspektivikusságot, a multimodalitást és a szekvencialitást. Hogyha ezt a négy tulajdonságot, tehát az intencionalitást, ami benne volt a kognitív megközelítésekben is, a perspektivikusságot, multimodalitást és szekvencialitást is figyelembe szeretnénk venni, akkor a következő kommunikáció definíciót adhatjuk. A kommunikátor és a kommunikációs partnere által osztott közös perspektívába helyezkedve, a kommunikátor multimodális kommunikációs aktusokat hoz létre, amelyekkel mind a maga, mind a kommunikációs partnere számára kölcsönösen nyilvánvalóvá kívánja tenni azt a szándékát, hogy a létrehozott multimodális kommunikációs aktusokkal nyilvánvalóvá vagy még nyilvánvalóbbá szándékozik tenni egy így feltevés halmazt a kommunikációs partner számára. A kommunikációs partner a kommunikátortal osztott közös perspektívába helyezkedve interpretálja a kommunikátor által produkált multimodális kommunikációs aktusokat, megfejti a kommunikátor szándékait, és feldolgozza a kommunikátor által közölni szándékozott így feltevés halmazt. Ebben a definícióban szerepel néhány olyan fogalom, ami magyarázatra szorul, mielőtt tovább mennék a kommunikáció alapjegyeinek a tárgyalására, ezeket a fogalmakat szeretném egy kicsit megvilágítani. Először is arra hívnám fel a figyelmet, hogy ebben a definícióban a kommunikáció egységeként nem egy nyelvi kifejezés szerepel, holott a diának is az a címe, hogy a verbális kommunikáció definíció, tehát a nyelvhasználati formáról beszélünk, és mégis multimodális kommunikációs aktusról van szó. Ez azért van, mert a verbális kommunikáció, különösen a szóbeli fajtája soha nem tud előfordulni nem verbális kommunikáció nélkül, vagy kódhasználatot nem tartalmazó kommunikáció nélkül. Tehát a multimodális kommunikációs aktus azt jelenti, hogy miközben a beszélő, a kommunikátor megnyilatkozásokat hoz létre, ezzel egyidejűleg nem verbális viselkedési formákat, kommunikációs formákat, vagy osztenzív nem kódhasználathoz kapcsolódó viselkedési formákat is produkál, és ezek együttesen kommunikálják a szándékolt jelentést. A másik fogalom, amit szeretnék megvilágítani, hogy mit is jelent ez a nyilvánvalóság. Ez azt jelenti, hogy, és ez egy kognitív háttere a definíciónak, ez azt jelenti, hogy a nyilvánvalóvá tett információ, vagy nyilvánvalóvá vált információ az olyan információ, amelyet mentálisan képesek vagyunk reprezentálni, és ehhez a reprezentáció az igazoltsági értéket tulajdonítani. Lássuk, hogy hogyan jelennek meg a definícióban a korábban hiányolt tulajdonságok. Tehát az intencionalitás az első nagyon fontos tulajdonság. Ebben a definícióban a kommunikátornak legalább két fő szándéka van elrejtve, és ezen belül az informatív szándékon belül még számtalan más is lehetséges. Tehát az informatív szándék, amely az információ nyilvánvalóvá tételét jelenti, az a kapcsolzárójelbe az az információnak a rövidítése, ez egy osztenzív megmutató viselkedés, tehát a kommunikátor egy információ birtokába akarja juttatni a partnerét. A másik a kommunikatív szándék, amely pedig az informatív szándéknak a nyilvánvalóvá tételét jelenti, ez az nem csak információt akarunk megmutatni,
hanem azt is szeretnénk megmutatni a partnernek, hogy információt akarunk vele közölni. Tehát mind a két szándék valamilyen megmutató, felfedő, osztenzív viselkedésben nyilvánul meg. A másik fontos jegye a kommunikációnak a perspektívikusság. Tudnélik, az intenciókról csak valakinek a perspektíváján keresztül lehet beszélni, éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a verbális kommunikáció az perspektíva vezérelt. A kommunikációban résztvevő felek egy kölcsönösen osztott perspektíván keresztül tudnak megnyilvánulni, és hogy mi ez a perspektíva, ehhez vannak nyelvi kifejező eszközök, amelyeket lehet alkalmazni, például indexikus kifejezések, megszólítások, megnevezések, vagy nem verbális jelek, gesztusok, tekintet, és így tovább. A harmadik alaptulajdonsága a verbális kommunikációnak a multimodalitás. Ahogy említettem, a multimodális kommunikációs aktus egy összetett fogalom, amely integrálja a különböző modalitásokban létrehozott stimulusokat, tehát a verbális megnyilatkozásokat, a nem verbális jelrendszerek modalitásait, akár akusztikai, akár vizuális modalitásról van szó, vagy a kódhasználat nélküli modalitásokat. Nagyon lényeges arra rámutatni, hogy ezek között a modalitások között pragmatikai munkamegosztás működik, azaz nem pusztán arról lehet szó, hogy ezek megerősítik egymást, hanem arról is szó van, hogy az egyik modalitásban elkezdett információközlést a másikban is be tudjuk fejezni. Amikor pedig a megerősítés a legfontosabb funkció, arra egy példát hoztam a diára, hogy eldöntendő kérdésre adott nem verbális választ egy határozott fejrázás kísér. Ilyenkor a verbális kódhasználat és a nem verbális vizuális kódhasználat működik együtt. És a negyedik tulajdonság a kommunikáció esetén ez a szekvencialitás. Tudnélik, a kommunikáció az egy dinamikus folyamat, multimodális kommunikációs aktusok sorozata alkotja, amelyet a kommunikátor és a partnerei szerepeiket váltogatva hoznak létre, illetve értelmeznek, és ezáltal ezek a multimodális kommunikációs aktusok szekvenciákba rendeződnek, és egy koherens diskurzus lesz az eredmény. Magyarországon elsőként a Hukomtech projektben, a Hukomtech igazolódó pragmatikai annotációja során igazolódott, és elemzése során igazolódott az, hogy a különböző modalitások szekvenciális szerveződései ténylegesen együttesen határozzák meg az interakció dinamikus folyását. Most, hogy körbejártuk azt, hogy mi is a kommunikáció és milyen alaptulajdonságokkal rendelkezik, most már lehetőségünk van arra, hogy a nyelvhasználat különböző megnyilvánulásait egy picikét mélyebben vizsgáljuk meg. Alapvetően két nagy csoportra oszthatjuk a nyelvhasználati formákat, a társas formákra és az individuális formákra. A társas formák esetén a beszélők mindig mások irányába valósítják meg a megnyilatkozásaikat, különböző szándékoktól vezérelve, és ide tartoznak az eddig tárgyalt kommunikáció, de ide tartozik az a fajta információ közvetítés, amikor a megszólaló személynek csak informatív szándéka van, és kommunikatív szándéka nincsen, és ide tartozik a manipuláció is. És a nyelvhasználat másik nagy csoportját azok a nyelvhasználati formák alkotják, amelyek individuális nyelvhasználatok, ilyenkor a nyelvhasználat nem irányul a beszélőn kívüli más személyre, mint például a gondolkodás esetén, a tanulásban, memorizálásban, és így tovább. Ezután a kis elméleti bevezető után most már rátérhetünk ténylegesen az intenciók és a perspektívák kapcsolatára, illetve vizsgálatára a nyelvhasználatban. Azt már említettem, hogy a kommunikáció is perspektíva vezérel, tulajdonképpen ez kiterjeszthető az összes társas nyelvhasználati formára, és ezt hozzá kell azt tennünk, hogy a nyelvhasználók azért produkálnak különböző kulcsokat, amelyek segítségével a partnereik felfedhetik az intencióikat és a perspektívájukat, illetve a manipulatív nyelvhasználatban pontosan úgy próbálnának fogalmazni a nyelvhasználók, hogy a szándékaik rejtve maradjanak, és mégis a nyelvészeti elemzéssel ezekben a manipulatív szövegekben ki tudunk mutatni olyan elemeket, amelyek segítségével a manipulatív szándék felfedhető. A szándékoknak a megmutatása és értelmezése az perspektívákon keresztül történik. De mi is az a perspektíva? A perspektívát számos disziplina használja, nézőpont, perspektíva szinonimánként is, meg nem szinonimákként is,
mint például a narratológia, kognitív nyelvészet, diskurzus elemzés, formális szemantika, pszicholingvisztika, szociálpszichológia, és így tovább. És a nemzetközi szakirodalomban is van egy csomó terminus, amelyek nagyjából ugyanazt jelentik, vagy hasonlót jelentenek. Viszont, ha jobban megvizsgáljuk ezeket a terminusokat, akkor azt látjuk, hogy a szakirodalom két nagy táborra oszlik a tekintetben, hogy hogyan használja a nézőpont és a perspektíva fogalmát. A holista kognitív megközelítések szerint a kettő nem különbözik egymástól, a point of view vagy nézőpont a beszélő esetén a beszélő felelős a megnyilatkozásának az információ tartalmáért, a szubjektivizációról van itt valójában szó. A perspektivizáció esetén pedig a beszélő megnyilatkozásának az információ tartalmáért valaki más felelős. És mind a kettő esetében lehetnek explicit és implicit indikátorok, amelyek ezt mutatják. A másik nézőpont, csoport, amelyik szerint a perspektíva és a nézőpont azonos, tehát szinonim terminusokként használják ezeket, szerintük a fizikai és a szociális világ percepciója egyéni perspektívához kötött, aminek az emberek tudatában vannak, és ezek az egyéni perspektívák nyilván egocentrikusak. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt, hogy az emberek társas lények, ezért az interakcióban képesek egymás perspektíváját felvenni, a sajátjukat megváltoztatni, és ezt jelölni különböző nyelvi és nem nyelvi kulcsok segítségével. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a perspektíva felvétel egyszerre tekinthető egyéni egocentrikus és társas folyamatnak is. A perspektíva felvétel magyarázatainál az individualista és a nem individualista magyarázatok jelentősen különböznek egymástól. Az individualista magyarázatok szerint a beszélő és a hallgató automatikusan, tudattalanul, saját lehorgonyzott egyéni egocentrikus perspektívájából indul ki, és egy azt követő fázisban fokozatosan erőfeszítések árán felméri a különbséget a saját és a partnere perspektívájá között, majd a kommunikáció sikerességéhez szükséges mértékben, de csak annyira felveszi a partner perspektíváját. A nem individualista magyarázatok viszont azt mondják, hogy a beszélő és a hallgató nem egocentrikus. Tehát, hogy amikor kommunikációs kapcsolatba lépünk valakivel, akkor elfelejtjük az egocentrizmust, és mindjárt a kezdeti pillanattól kezdődően kooperatívak vagyunk. A közös háttérismeretek figyelembevétele a legelső pillanattól történik, és a perspektíva felvétel tulajdonképpen a kommunikáció kapcsolat felvételtől kezdve folyamatosan zajlik. Na most hogyan lehetne választani e között a két csoport között? Mind a két magyarázat típusban vannak elfogadható megállapítások. Hát induljunk ki abból, hogy hogy is működik az emberi érzékelés. Az emberi érzékelés és a mentális működés is egocentrikusnak tekinthető, hiszen az egyes emberek észlelései és mentális jelenségei akár jelentősen is különbözhetnek egymástól. És az észlelés az mindig valakinek az észlelése, a mentális működés valakinek a mentális működése. Ugyanakkor az érzékelés és a mentális jelenségek is fajspecifikusak, tehát biológiailag, fizikailag behatároltak, hogy mit tudunk látni, mint emberek, mit tudunk hallani, mit tudunk érezni, milyen gondolataink lehetnek. Ez azért az emberségünkből a faj specifikusan következik. Tehát emiatt azt is lehet mondani, hogy a világ felfogása valamilyen mértékben hasonló. Na most akkor a biológiai beágyazottságunk és a társas aspektusok, ezek csökkentik a perspektíva egocentrikus jellegét. Ugyanakkor az előbbi definíció, az előbbi nem individualista magyarázatoknál láttuk, hogy a perspektíva felvétel is mutat a társas jegyek mellett egocentrikus jegyeket is. A továbbiakban tehát a következő képen fogjuk kezelni ezeket a fogalmakat. A kiinduló perspektíva a nyelvhasználó kezdetben egocentrikus, komplex mentális pozíciója lesz, amely a testébe van ágyazva. Perspektíva felvétel során pedig a nyelvhasználat társas formáiban a beszélő kezdeti attól figyelembe veszik partnereik perspektíváját, és módosítják,
kezdeti egocentrikus perspektívájukat a sikeres nyelvhasználatot szükséges mértékben. Amikor pedig individuális nyelvhasználatról van szó, akkor ugye nincs szükség perspektíva felvételre, nincs szükség a kiinduló perspektíva módosítására, akkor teljes mértékben maradhatunk egocentrikusak. A perspektíva formálásának két forrásáról beszélhetünk. Az egyik forrás a közvetlenül megfigyelhető fizikai és társas környezetből származó információ, ilyen az idő, hely, résztvevők, társas viszonyok, és a perspektíván belül ennek megfelelően téri, idői, szociális nézőpontokat feltételezhetünk, amelyeknek szintén megvannak a nyelvi megnyilvánulásai, például az idő, hely, személy, DX is. A DX is maga is szerveződhet perspektíva felvétellel és egocentrikusan. Erre nézve is tekintsünk két példát. Az első példa az első pragmatika tankönyvből származik, Levinson példája. Az alapszituáció az, hogy egy anya és apa jelen vannak egy szobában, ahol a kisfiúk Billy is ott van, és ebben a kontextusban hangzik el az anya szájából ez a kérdés, hogy can Billy have an ice cream, daddy? Na most ebben a szituációban nyilvánvaló, hogy a perspektíva formálás az a gyerek perspektívájából történik, hiszen az anya, a feleség, ő neki nem apja a férje, tehát nem szólíthatja meg úgy, hogy daddy, tehát a daddy megszólítás az azt mutatja, hogy a gyereknek a perspektívájából szól a férjéhez. Itt akkor a DX-nek a társas megnyilvánulását látjuk. A második példát módosítottuk egy kicsit, a daddy-t kicseréltük a honey-ra. Can Billy have an ice cream, honey? Ebben az esetben pedig azt látjuk, hogy a megszólítás azt mutatja, hogy az anya a saját perspektívájából, a feleség perspektívájából szólítja meg a férjét, és nem a gyerekéből. Itt tehát akkor egy egocentrikus perspektívának a megnyilvánulását látjuk. A perspektíva formálás másik formája a mentális tartalmakból származó információ. Mit is jelent ez? Hát a korábbi tapasztalatainkat, reprezentációinkat, érzelmeinket, attitűdjeinket. Hogyha ezt a kis elemzést, az egyes és kettes példának az elemzését veszük, akkor ez az elemzés rávilágított arra, hogy a perspektíván belül szociális nézőpont szintén komplex kategória, mert bár ugyan nem hangsúlyoztam, de az, hogy a feleség azt tudja mondani, hogy can Billy have an ice cream, daddy vagy honey, ez kellett az, hogy először is a percepciójából fölismerje, hogy a szobában lévő másik ember az az ő férje, vagy a gyerekének az apja, tehát a percepcióból származó információ. Másrészt kellett a rokonsági viszonyokra vonatkozó ismerete, és ezeknek a nyelvi kifejeződése, és kellett az aktuális, konkrét, kontextuális tudás, hogy jégkrém kérésről van szó. Végezzünk most el egy gondolatkísérletet. A gondolatkísérlet az egy kedvenc adatgyűjtési módja vagy forrása a pragmatikának. Helyezzük a Can Billy have an ice cream, daddy megnyilatkozást a következő szituációba. Az apa megbüntette a kis Billit, mert rosszalkodott, és eltiltotta a jégkrémevéstől. Valamivel később az apa elővesz egy jégkrémet, és elkezdi enni. A kis Billy sóvárogva nézi, de dacból nem akar bocsánatot kérni, és nem akarja megkérni az apját, hogy engedje meg neki, hogy ő is egye jégkrémet. Ekkor lép be az anya, és észleli Billy jégkrém utáni sóvárgását, és hangzik el ez a kérés, hogy Can Billy have an ice cream, daddy? Hogyan tudjuk megfejteni, hogy mi is van emögött a megnyilatkozás mögött? A látottak és korábbi Billyvel kapcsolatos azon ismeretei alapján, hogy mennyire szereti a jégkrémet, az anya felvesz egy olyan perspektívát, amiről azt hiszi, hogy az Billy perspektívája, és egy indirekt, egy közvetett kérést intéz a férjéhez, hogy adjon Billynek jégkrémet. De ez a Can Billy have an ice cream, daddy nem egy információ kérő kérdés, hanem egy indirekt kérés, hogy adjon a gyereknek jégkrémet. A felvett perspektívából az anya azt feltételezi, hogy Billy szeretne jégkrémet tenni, csak nem mer. Ezért az anya által felvett perspektíva az anya szándékait, kommunikációra lévén szó az informatív és kommunikatív szándékot, valamint a Billynek tulajdonított szándékot, hogy jégkrémet kérjen magának is tartalmazza. De itt felhívom a figyelmet a zárójelbe téves ember,
ha vissza tudunk emlékezni a szituáció leírásából, ott szerepelt az, hogy a Billy nem akar dacból jégkrémet kérni, tehát a jégkrém kérési szándékkal Billy nem rendelkezett, az anya tévesen tulajdonította neki ezt a szándékot. Mert azt gondolta, hogy a gyerek perspektívájának az része. Az elemzés alapján a következő tanulságokat vonhatjuk le. Az első, hogy szándékokkal csak egy bizonyos perspektíván belül rendelkezhetünk. A második, hogy mások szándékainak kikövetkeztetéséhez fel kell venni azok perspektíváját. A harmadik tanulság az, hogy mások perspektívájának a felvétele csak saját perspektívákon keresztül történhet. És végül, hogy plauzibilisnek látszik egy intencionális nézőpontot feltételezni a perspektíván belül a téri, idői, szociális nézőpontok mellett. Azok után, hogy tisztáztuk a perspektívák és az intenciók fogalomkörét, most vizsgáljuk meg, hogy a kommunikációban, az információközlésben és a manipulációban hogyan is történik ezeknek a megmutatása, felfedése, illetve elrejtése. A kommunikációban a kommunikátor informatív és kommunikatív szándékkal rendelkezik, ezt láttuk a kommunikáció definíciónkból, amely saját perspektívájának intencionális nézőpontjához tartozik, és ezt meg akarja osztani a partnerével. Ezért mondjuk azt, hogy a kommunikáció osztenzív viselkedés. A kommunikáló felek figyelembe veszik egymás perspektíváját, megváltoztatják kezdeti egocentrikus nézőpontjukat, a partner által nyújtott kulcsok alapján, és kialakítanak egy a sikeres kommunikáció szükséges közös perspektívát. És a kommunikációt akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a felek intencionális nézőpontja megegyezik. Vegyünk egy újabb példát, ez egy megfigyelt példa, amelyen egy gondolatkísérletet fogunk végrehajtani. A szituáció a következő. Szombaton az apa takarítja a nappalit, az anya a konyhában van, a gyerekek játszanak a szobájukban. Az apának hirtelen eszébe jut, hogy elfelejtett bevásárolni, ami ezelőtt meg kellett volna kérdezni a gyerekeket, mit szeretnének ebédre. És akkor itt van egy három főből álló társalgás, több résztvevős beszélgetés. Azt mondja az apa: gyerekeim, mit szeretnétek ma ebédre? Kislánya: jó lesz a halászlé mindkettőnknek, apa, ahogy anya mondta tegnap. Kisfia nővéréhez: bárcsak lenne palacsinta is. Mielőtt belekezdek ennek a példának az elemzésébe, csak egy dologra még ráirányítom a figyelmet, hogy vegyük észre, hogy elemzőként se tudom bemutatni a szituációt, csak perspektívikusan, mert amikor azt írom, hogy apa kislánya, kisfia a nővéréhez, akkor csupa-csupa perspektívikus rokonság megnevezést használok. Tehát vizsgáljuk meg az apa kommunikációját a gyerekek felé. Hát onnan tudjuk, hogy az apa kommunikál a gyerekekkel, hogy megszólítja őket. Ennek a megszólításnak azonban több funkciója is van ebben a helyzetben. Kifejezi az apa szociális nézőpontját is, tehát hogy a szobába, vagy a gyerek szobába jelenlévő egyedek, azok az ő gyerekei. Nem egyszerűen kisfiú és kislány. Az apa informatív szándékát szintén a gyerekei megszólítással fejezi ki, és utána következik az információ kérő kérdés, hogy mit szeretnének ma ebédre. A kislány az apára irányítja a figyelmét, és felfedezi annak informatív szándékát az apa által produkált nem verbális, és akár verbális és nem verbális kulcsok alapján, ugye a megszólításból. Mi történik tehát a kislány szempontjából? Felveszi az apja perspektíváját, realizálja benne, hogy az apjának informatív és kommunikatív szándéka van, elfogadja a kommunikációs kezdeményezést, és válaszol a kérdésre: jó lesz a halászlé mindkettőnknek, apa, ahogy anya mondta tegnap. Tehát az apa és a kislány között valóban kommunikációról van szó, az intenciókra vonatkozó nézőpont megegyezik, és sikeresnek tekinthető ez a két fordulóból álló kommunikáció. Mit csinál a kisfiú? A kisfiú nem az apjának válaszol, hanem a nővéréhez intézi azt a megnyilatkozást, hogy bárcsak lenne palacsinta is. Miért? Azért, mert a kisfiú azt hiheti, hogy a nővére az ő nevében is válaszolt az apjuknak, amit a nővére megnyilatkozásában szereplő mindkettőnknek kifejezés használata sugallhat a számára. A kisfiú felveszi az apa és a nővére által kialakított perspektívát, ezért tudta az apa és a kislány közötti kommunikációt értelmezni.
A bárcsak lenne palacsinta megnyilatkozás, azonban csak a nővérének szól, vele kommunikál a kisfiú, hiszen az apjának már nem kell válaszolnia. Térjünk át az információk közlés, hogy ott mi történik az intenciók megmutatásával. Az információk közlés abban különbözik a kommunikációtól, hogy úgy akarunk valakivel információt közölni, hogy az illető felé nincsen kommunikatív szándékunk, azt nem akarjuk, hogy az illető tudja azt, hogy mi információt akarunk vele közölni. Tehát csak informatív szándéka van a beszélőnek. Az informálandó személy figyelmét ebben az esetben is fel kell kelteni, hiszen ha nincs figyelemirányítás, akkor lehetetlen az információk közlés. A beszélő ki szeretne alakítani egy perspektívát az informálandó személyben, amely nem tartalmaz információt a beszélő informatív szándékára vonatkozóan, mert a beszélő nem akarja, hogy az informálandó személy teljesen felvegye az ő perspektíváját. Tehát a beszélő és az informálandó személy perspektívája nem egyezik meg. A beszélői tartalmazza az informatív szándékot, a hallgatói nem tartalmazza. Igen ám, ez a beszélői oldal. Mi történik az interpretációs oldalon? Az információ közlés esetén a beszélő viselkedését az informálandó személy kétféleképpen tudja interpretálni. Egyrészt felvehet egy olyan perspektívát, amely alapján azt hiszi, hogy a beszélő által közölt információt véletlenül hallja. Ténylegesen ez volna a szándéka az információ közlő személynek. Vagy az informálandó személy olyan perspektívát is felvehet, amelyben feltételezi a beszélő informatív szándékát. Ugye ez nem volt szándékában az informáló személynek, tehát itt érdemes azt megjegyezni, hogy attól, hogy az információ közlésben rájön az informálandó személy, hogy vele információt közölnek, ettől még ez a nyelvhasználat nem fordul át kommunikációba, azért nem, mert a beszélő személynek nincsen kommunikatív szándéka. A kisfiú megnyilatkozásának az elemzésével tudjuk megmutatni, hogy hogyan is működik ez az információ közlés. Ugye azt láttuk már, hogy nem akar az apával kommunikálni, mert azt megtette helyette a testvére, viszont a nővérevel történő kommunikáció során azzal egyidejűleg az apját is informálja arról, hogy ő palacsintát szeretne enni. A kislány pedig miközben az apával kommunikál, az öccsét informálja arról, hogy mit kommunikál az apjával. Így működik a több résztvevős társalgás, ha aktuálisan két beszélő beszélget, a harmadik is tudja, hogy miről van szó, és bármikor bele tud szólni a beszélgetésbe. Ezt hívjuk úgy szakterminusra, hogy a több résztvevős beszélgetése kumulatív természete. Na most vizsgáljuk meg, hogy vajon az apa mit gondolhat, amikor meghallja ezt a bárcsak lenne palacsinta megnyilatkozást. Hát három különböző perspektívából képes az apa értelmezni ezt a megnyilatkozást. Először hiheti azt, hogy csak véletlenül hallotta meg a fia megnyilatkozását, ebben az esetben különböznek az intencionális nézőpontok. Másodszor feltételezheti azt, hogy a fiának informatív szándéka van az ő irányába is. Ilyenkor az intencionális nézőpontok megegyeznek, mert hát a fiúnak is és az apának is van informatív szándékra vonatkozóan ismerete. És a harmadik eset még az is előfordulhat, hogy az apa azt hiszi, hogy a fia kommunikál vele is. Ilyenkor az apa és a fia intencionális nézőpontja különbözik, tehát az apa olyan szándékot tulajdonít a fiúnak, amivel ő nem rendelkezik. Az informatív nyelvhasználat sikerességéről az elmondottak alapján tehát azt lehet állítani, hogy akármelyik interpretációs lehetőséget is választja az apa, az információ közlés, a fiú információ közlése lehet sikeres, mert az apa fel tudja dolgozni a közölt információt. Tehát, hogyha az informálandó személy felismeri a beszélő informatív szándékát, vagy azt feltételezi, hogy a beszélőnek informatív és kommunikatív szándéka van, ez nem csökkenti az információ közlésnek a hatékonyságát, sikerességét. Sőt, éppen ellenkezőleg, ha informatív és kommunikatív szándék is feltételeződik, az még növeli is az információ közlés hatékonyságát, attól függetlenül, hogy volt-e a beszélőnek kommunikatív szándéka. Mi történik a manipulációban? A manipuláció ez egy olyan érdekes nyelvhasználati forma, ami önmagában nem szokott megnyilvánulni, hiszen az a lényeg, hogy valamit rejtve tartsunk, éppen ezért ilyen parazita élőlény módjára rátelepszik vagy az információ közlésre, vagy pedig a kommunikációra.
vizsgáljuk meg a kisfiú megnyilatkozását, hogy működik-e benne manipuláció. A fiú ezzel a bárcsak lenne palacsinta megnyilatkozással egyszerre háromféle nyelvhasználatot is megvalósíthat. A nővérével kommunikál, az apja felé információt közül, ezt a kettőt láttuk, és most jön a manipuláció, az anyját manipulálhatja az információ közlésen keresztül, mármint hogy süssön palacsintát. A fiú intencionális nézőpontja, tehát mind a három intenciót tartalmazhatja, és ezeket akár különböző kombinációkban. Ahhoz, hogy sikeres legyen ez a manipulatív nyelvhasználat, a családtagoknak fel kell venniük azt a perspektívát, amelyet a fiú szándékol velük felvetetni. Tehát itt akkor még egyet tovább megyünk, nem csak a társasság és az egocentrizmus számít, hanem az is, hogy hogyan akarja befolyásolni egocentrikusan a partner azt, hogy hogyan történjen a perspektíva felvétel. A sikeres manipulációhoz a fiú tehát megpróbál egy olyan perspektívát kialakítani az anyjában, amelyben az anya azt hiszi, hogy véletlenül hallotta meg a fia megnyilatkozását, és ezért örömmel süt palacsintát. Ha az anya felismeri a fia manipulatív szándékát, akkor a manipuláció sikertelenné válhat elvileg, de ugye ez egy anya-gyerek kapcsolatban nem igen szokott megvalósulni. A manipulatív információ közlésben a fiú és az anya perspektívái nemhogy nem esnek egybe, nem is szabad, hogy egybeessenek. Ez a manipuláció lényege, hogy ott különbözniük kell ezeknek a perspektíváknak a manipulatív szándékra vonatkozóan. Hogy működik a manipuláció kommunikáción keresztül? Elképzelhető az is, hogy a kisfiúnak a nővére irányába, akivel ugye kommunikál, neki mondja ezt a bárcsak lenne palacsinta óhajt, a kommunikatív szándék mellett még van manipulatív szándéka is, tehát az is elképzelhető, hogy szeretné rávenni a nővérét arra, hogy kérje meg az anyukat, hogy a süssön palacsintát. Tehát ekkor a fiú a verbális kommunikáción keresztül manipulál, és akkor lesz sikeres a manipulációja, ha a nővére nem ismeri fel ezt a manipulatív szándékot, tehát azt látjuk, hogy a manipulatív kommunikáción keresztül, manipulatív kommunikációban is különböznie kell a felek szándékainak, perspektíváiknak. Most két nyelvi példa elemzése után térjünk át egy multimodális elemzésre. Tudnélik, egész az elméleti bevezetőben amellett érveltem, hogy a verbális kommunikáció az inherensen multimodális, tehát a verbális modalitáson, a megnyilatkozásokon kívül a nem verbális modalitások is hozzátesznek sok mindent a kommunikációhoz. És hogy vajon az intenciók megmutatása, perspektívák felfedése multimodális elemzéssel hogy lehetséges. Egy 2022-es kutatásunkban munkatársaimmal a vizuális modalitású nem verbális viselkedés szerepét vizsgáltuk a multimodális kommunikációban, és összevetettük a verbális modalitással, modalitásban közöltekkel. A korpuszunk az ATV Csat Koronavírus Vita című 2020. szeptember 21-i műsorának egy 12 perc, 7 másodperc hosszúságú részlete volt, és a 11-24-től kezdődően volt ez a részlet. A vita műsora, ugye a címe is mutatta, a koronavírus járványról szólt, arról, hogy van-e járvány, nincs járvány, kell-e maszk, nem kell maszk, és két tábor kérdezett meg a koordinátor Rónai Egon, az egyik táborba tartoztak a tudományképviselői, a másik táborba tartoztak a magukat vírus realistának hívó emberek. A tudomány résztvevői Boldog Kőzsölt biológus és Falus Ferenc orvos voltak, a másik tábor pedig Tamasi József orvos és Gödény György szakgyógyszerész képviselték. Az elemzési eszközünk a szabad hozzáférésű multimodális elemzésre kifejlesztett Elán szoftver volt. Következő volt az elemzés menete. Először a verbális modalitást, azaz a hanganyagot lejegyeztük, és megnyilatkozásokra tagoltuk. Itt azt a módszertant használtunk, amelyet annak idején a szóbeli diskurzusok megnyilatkozás példányokra tagolása során kifejlesztettem. A második lépésben, a nemverbális viselkedésben, a vizuális modalitásban elkülönítettük egymástól a fejmozdulatokat, szemöldök mozdulatokat, a kézhelyzetét és mozgását, a törzshelyzetét, illetve a váll mozgását forma-funkció párok alapján. Az említett viselkedési formákat mind külön szegmentáltuk valamennyi résztvevőnél.
annak megfelelően, hogy mikor történt állapotváltozás az egyes területeken. A nemverbális formákhoz jelentéseket, illetve funkciókat rendeltünk, részben a korábbi szakirodalom, illetve a saját megfigyeléseink alapján létrehozott szótár segítségével, és nagyon fontos, hogy a kontextust is figyelembe kellett venni, a multimodális viselkedés is, ugyanúgy, hogy a verbális kontextus függő. A lejegyzett, a pici kis részlet, amit most megmutatok, egy két fordulóból álló kis részlet, Boldogkői mondja, hogy abban a kontextusban, hogy a beszélgetés arról szólt, ezen részlet arról szólt, hogy a vírusrealisták részt vettek egy konferencián, ahol nyilván a nézeteiket kifejtették, és különböző összeesküvés elméleteket hoztak szóba a vírus eredetét és a járvány eredetét terjedően, és Boldogkői ezt kéri számon. Ezen a konferencián, amilyen ott voltak minnyáján, nem volt arról szó, például jelentésében, hogy az a WHO, aki mögött ott van, Bill Gates, azt tervezi az egészet, hogy lebetegítse a világot, és akkor a kis profál gödényit közbevág, ne jöjjön nekem ilyen dolgokkal. Itt van kimerevítve a kép, remélem, hogy a nagy képernyőn jól látszik. Érdemes megfigyelni a Boldogkői, hogy tartja a kezét, a szeme, a tekintete, a törzse, és ugyanígy Gödénynek a tenyerét figyeljék, a tekintetét és a törzsét. Jó, most csak ezekre van időm kitérni. Itt pedig látható az elemzési ablak, az Elán szoftvernek az elemzési ablaka, amelyben láthatjuk a verbális szöveget. Minden beszélő ott van külön. Boldogkői törzse, Boldogkőinek a szavai, Boldogkői szemöldöke, és itt a Gödény feje, Gödény szemöldöke, és itt tovább. És az idő, különböző időablakokban ott van, hogy mi történt, milyen állapotváltozás történt az adott modalitásban, tehát mit mondott, mit csinált a kezével, hogy nézett a szemével, hogy tartotta a törzsét, mennyire feküdt el az asztalon, és itt tovább. Tehát minden a nemverbális modalitásból és a verbálisból is itt az Elán ablakban látható. Mi történt? Boldogkőinek volt egy kézigesztus, ez a lefelé fordított tenyér, ami a tekintélyele. Ebben a kontextusban azt jelenti ez, hogy most súlya van annak, amit mond, és ezzel a kérdéssel nyomást akar gyakorolni Gödényre, hogy tisztázza magát ebben a kérdésben az összeesküvés elméleteket illetően. Gödény kézi gesztusait érdemes megfigyelni, hogy így volt a tenyér, ilyen nyitott tenyér, ami a félig felfelé fordított nyitott tenyér, az az alázatnak és az együttműködésnek a jelét szokta mutatni, ugyanakkor, ahogy a testével az asztalra rá fordult, és ahogy Boldogkői felé fordult, az épp az ellenkezőjét mutatta ennek, a szemöldökét felhúzta, összehúzta, ami a bírálatnak a nem tetszésnek a jele, és külön a fejét, amit ugye kimerevített képen nem látják, hogy rázza a fejét, ez az egyet nem értésnek a jele volt. Hogyan értelmezhetjük ezeket így összességében, a verbális és nemverbális modalitásokat? Hát úgy, hogy a nemverbális viselkedés megerősítette ebbe a pici részletben a verbális szinten érzékelhető konfliktust. Boldogkői kézi gesztusai arra utalnak, hogy szándékában áll a kérdés tisztázása, Gödény kézi gesztusai arra engednek következtetni, hogy együttműködésre törekszik, az egyenes törzs szerint figyelemmel követi Boldogkői állításait, belehelyezkedik annak perspektívájába, ez az egyik. A másik viszont, ami ellentmond ennek, szintén a nemverbális viselkedésében, ahogy a szemöldökét összehúzta, nem tetszését kifejezte, a fejrázással az egyetértést kifejezte, Boldogkői szemöldök mozgása pedig azt érzékeltette, hogy a vita partner állításai hát meglehetősen meglepik őt. Tehát itt azt látjuk, hogy a nemverbális és a verbális modalitásoknak az együttes figyelembevétele sokkal többet elárulhat a kommunikáló feleknek a szándékairól, rejtett szándékairól, mint hogyha csak a verbális modalitást vesszük figyelembe. Összegzés. Hát összegzésképpen azt szeretném elmondani, hogy a társas nyelvhasználatban, tehát a beszélék különböző modalitásokban produkált kulcsok segítségével felfedhetik intenciókat és perspektíváikat, ha akarják. Másodszor, hogy a partnerek különböző multimodális kulcsok révén azonosíthatják a beszélők intencióit és perspektíváit, még abban az esetben is, ha a beszélők ezt nem szándékolják, azaz elfedni szándékoznak az intenciókat, mint a manipuláció esetén.
És harmadszor, hogy az informatív és kommunikatív és manipulatív nyelvhasználat megkülönböztethető, illetve sikeressége részben megjósolható az alapján, hogy milyen mértékben esnek egybe a nyelvhasználók intencionális nézőpontjai, illetve milyen mértékben különböznek egymástól. Az előadás végén szeretnék köszönetet mondani először azoknak a tanáraimnak, mentoraimnak, akik már nincsenek itt velünk. Elsőként Huszár Sári néninek, aki az általános iskolai magyar tanárom volt. Ő volt az, aki először megmutatta nekem, hogy milyen jó dolog nyelvtannal foglalkozni 5. osztályos koromban. Aztán Lérend Ferenc tanár úrnak, aki gimnáziumi tanárom volt, illetve tanórán nem tanított, de folytatta azt a munkát, amit általános iskolában elkezdtünk a Huszár Sári nénivel. Aztán az első egyetemi mentoromat, Károly Sándor professzort, aki az általános nyelvészeti tanszék vezetője volt akkor, amikor én általános nyelvészet szakra kerültem a Szegedi Egyetemen 1983-ban, és aztán ő lett a TMB ösztöndíj alatt a témavezetőm, amikor a kandidátusi disszertációmat készítettem. Szeretnék köszönetet mondani Kiefer Ferenc tanár úrnak, akitől rengeteget tanultam a pragmatikáról és a grammatikáról is, és aki egy konferencia előadásom után tett megjegyzésével örökre belémvéste azt, hogy azért nem csak a pragmatika létezik, Enikő, hanem a grammatika is, és azóta a grammatika-pragmatika interakcióját próbálom figyelembe venni, amikor a nyelvhasználat kutatásával foglalkozom. És szeretném családom két elhunyt tagjának, az édesapámnak és a testvéremnek is kifejezni a köszönetemet, akik most nagyon örülnek valószínűleg egy másik dimenzióban. És szeretném kifejezni a köszönetemet azoknak is, akik velünk vannak még itt. Először is ajánlóimnak, Bolobás Enikőnek, Hoffman Istvánnak, Kertész Andrásnak, Torcsvai Nagy Gábornak, hogy úgy gondolták, hogy érdemes engem az akadémia levelező tagjának jelölni, és kiálltak mellettem. Szeretném megköszönni mentoraimnak, tanáraimnak, Báréti Zoltánnak, aki az általános nyelvészet tanszékvezetését átvette Károly Sándortól, és egy-két évig volt a tanszékvezetőnk, és pont abban az időben, amikor én a kandidátus és disszertációm témáján és kutatásán dolgoztam, nagyon sok tanácsot és segítséget kaptam tőle. Kenesei Istvánnak, aki 2000-ben az igei vonzastruktúra magyarban, ha jól mondom a címet, projektbe bevett, és akkor kezdtem el foglalkozni az implicit argumentumokkal, amely kutatás 20 év alatt, vagy 17 év alatt odáig jutott, hogy akadémiai doktori disszertációt tudtam belőle írni, és külön köszönöm neki a doktori iskola tevékenységében tanultakat tőle. Kontra Miklósnak, akitől még egyetemista hallgató koromban kezdtem el megtanulni, hogy hogyan kell bánni a beszélt nyelvi adatokkal. Lerhágnesnek és Malecki Mártának, akik az általános nyelvészet szakon voltak tanáraim, és megtanítottak arra, hogy milyen a nyelv tudományos vizsgálata, és mindezt úgy tették, hogy egy nagyon kedves baráti légkör volt a tanszéken. Szeretnék köszönetet mondani a jelenlegi munkahelyemnek, a Szegedi Tudományegyetemnek, azon belül a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar általános nyelvészeti tanszékének és jelenlegi munkatársainak, Ivaskó Líviának, Németh Zsuzsannának és Széchenyi Tibornak, azért, hogy egy csapat vagyunk, és hogy egymás eredményeinek örülünk, és együtt kutatunk, együtt dolgozunk. Hasonlóképpen az MTA, DE, STE elméleti nyelvészeti kutatócsoportnak, Kertész András akadémikus úr utalt már erre a csoportra, nem is tudom, 20 éve már körülbelül, hogy együtt dolgozunk, debreceni és szegedi kollégák. Itt most azok, akik, tehát a nevek nem szerepelnek kétszer a dián, de többen vannak, akik több minőségükben is rajta lehetnének. Itt az elméleti nyelvészeti kutatócsoportban Bibók Károly, Csatár Péter, Nagyszék Katalin, Rákosi Csilla, Szabó Éva, Varga Marianna, Vecsei Zoltán. Szeretném megköszönni az STBTK Pragmatika Hallgatói Kutatócsoportjának, hogy kezdeményezték a kutatócsoport létrejöttét, és ezáltal egy olyan új témát dobtak fel, amelynek a kidolgozására az MTA nemzeti programjai keretében kaptunk lehetőséget, és a PhD-s tanítványaimnak, mindenkinek, akik
fiatalon tartják az elmémet, és nem hagynak békén a problémáikkal, ezáltal szélesítik a látókörömet. És végül, de nem utolsó sorban, szeretnék köszönetet mondani a családomnak, akik itt ülnek a harmadik sorban, az édesanyámnak, a férjemnek, ő a negyedik sorban van, a szélén, és a lányaimnak, Áginak és Ritának, és a kicsit nagyobb családomnak is, akik az ország különböző pontjairól is most ide érkeztek, hogy velem legyenek ezen az előadáson. És ha valakit kifelejtettem, annak is szeretnék köszönetet mondani. Egy ilyen előadás, hogy itt állhat az ember, ez nagyon sok embernek a csapat munkája, hogy eljut egy kutatás a végére, az nagyon sok munkaóra és nagyon sok embernek a közös munkája, és nagyon örülök neki, hogy ilyen közös örömekben van részem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Most a vasfüggöny leereszkedett, ugye a színházban a vastaps után jön a vasfüggöny, és nekem most már nincsen más feladatom hátra, mint Enikőnek ezt gratulálni ezért a gyönyörű szép székfoglalóért, gratulálok, és átnyújtani a levelező tagi oklevelet. Parancsolj!